Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. A plazmolízis a növényi sejtek sajátja, akkor következik be, amikor a sejtet egy hipertóniás oldatba helyezzük, tehát az oldat koncentrációja sokkal-sokkal töményebb, mint a sejt plazmái. Ekkor a növényi sejt vizet veszít, a sejt hártya elválik a sejt faltól, ezt nevezzük plazmolízisnek. A plazmolízis vizsgálatához lila hagyma bőrszöveti nyúzatot fogunk használni. Én már ezt előzőleg elkészítettem. Ami látható a bőrszöveti nyúzaton a sejtek. Itt még nem történt plazmolízis. Nagyon szépen lehet látni téglalap alakú sejteket szépen szorosan egymás mellett. Nézzük meg akkor, mi történik, hogyha ezeket a sejteket egy tömény kálium-nitrát oldatba helyezzük. Kálium-nitrát oldatba helyezve nagyon szépen lehet látni, hogy kialakult, vagy hát bekövetkezett a konvex plazmolízis, aminél, mivel ugye a lila hagymának a belsejében található színanyagok következtében nagyon szépen nyomon követhető. Amit itt lehet látni például, itt van a sejtnek a sejtfala, és amit lehet látni, hogy a sejthártya elvált a sejtfaltól, és tulajdonképpen összezsugorodott. Mert hogy tudjuk, plazmolízis során ez a sejt, meg többi is, vizet vesztett, és kialakult így ez a plazmolízis. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!